Amennyiben visszatekintünk a 2013-as évre, és azokra az eredményekre, amelyeket elértünk 2013-ban, sajnos konstatálnunk kell, hogy az egész gazdaság stagnált, és az egész gazdaság működésének a függvénye a közlekedési rendszer és ennek a keretében is a közmű vállalat és a városi közlekedési rendszernek a működése is. Mind a mellett igyekeztünk nem csak a problémákra koncentrálni, hanem függetlenül attól, hogy azokból a kevés eszközökből, amelyet a helyi önkormányzattól kaptunk, mert nincsenek még elrendezve szerződésbeli viszonyok közöttünk és a helyi önkormányzat között, amely valójában a közlekedési rendszer fenntarthatóságáról szólna, saját erőnkre támaszkodva és külföldi projektumokra is támaszkodva azért próbáltunk egy kicsit elrugaszkodni attól a sötét és néha szomorú valóságtól, amelyben élünk. Ennek köszönhetőleg, kedves utasaink, az idén már használhatják a jegykiadó rendszerünket, modern jegykiadó rendszerünket, és mi, inkább mi, mint az utasok, mert az sokszor nem látszik, a közlekedési követő rendszerünket, amely reális időben követi a közlekedési rendszer működését. Ez azt bizonyítja, hogy igazunk volt a Szubotica-Transzban, amikor annak idején, függetlenül attól, hogy láttuk, hogy sajnos még nincsen meg Szabadkán meg a közlekedési rendszer fenntarthatóságának alapjai, de azért önerőből is próbáltunk ilyen külföldi projektumokkal is valami módon elrugaszkodni, mint ahogy említettem, ettől a szomorú valóságtól. Ezt továbbra is folytatjuk, és reméljük, hogy a 2014. évben több megértéssel, több eszközökkel még jobb eredményeket érhetünk el. Amennyiben a 2014-es év terveiről beszélünk, mindenképpen ki kell hangsúlyoznunk, hogy a mi célunk az, hogy egy olyan közlekedési rendszert építsünk ki, amely fenntartható. A fenntarthatóság egy olyan követelmény, amely mindenképpen szem előtt tartandó, és ezt a környező országokban, de már Szerbiában is, különböző városokban, mint például Kragujevac, Niš, Ruma, Sremska Mitrovica, és ne soroljam föl tovább, Beogradot egyáltalán is említsem, már megvan téve, tehát ott a szállítási piac el van rendezve, és szerződéses viszony létezik a vállalat, tehát a szállító és a helyi önkormányzat között. Ilyen szerződéses viszony nélkül nagyon nehéz fenntartható közlekedési rendszert működtetni, és itt az egyik legfontosabb kritérium, amennyiben erről gondolkodunk, a közlekedési rendszerek megbízhatóság. Mi tudjuk, aki ezzel a bonyolult műszaki rendszerrel foglalkozunk, amilyen a közlekedési rendszer, hogy amennyiben a jármű park nem megbízható, akkor az egész rendszer megbízhatósága meg van kérdőjelezve. Azért is igyekszünk különösen az olyan részekben, amelyek számunkra nagyon is fontosak, mint például a diákszállítatás is, mindig a legjobb buszainkat adni, de ez egy véges igyekezet, amely csak akkor lehet és akkor gyümölcsözhet, hogyha a helyi önkormányzattal együtt fogjuk megoldani ezt a problémát, hogy felújítsuk a gépparkunkat. Gépparkunk átlag életkora körülbelül 11 év. Mi ezzel nem vagyunk elégedettek, függetlenül attól, hogy ez a 11 év, ez fiatalabb sok más szerbiai szállítónál is. De mint az előbb is említettem, különösen a diákszállítatással kapcsolatban mi ezt szeretnénk jóval megjavítani. Amennyiben a fenntarthatóságról beszéltünk idáig is, és a menetrendek változtatásáról, mindenképpen a Szubotica-Transz ezekben a nehéz időkben arra van rákésztetve, hogy racionalizálja a működését, azokat a mechanizmusokat, amelyeket valójában alkalmaz arra, hogy ellássuk az utasok követelményeit. Sokszor, mint ahogy ezt az önkormányzattal előkor kommunikációban is megemlítettük, olyan problémával találjuk magunkat szemben, hogy néha annak az érdekében, hogy minél hatékonyabban és minél olcsóbban dolgozzunk, néha olyan változtatásokat is kell tennünk, amelyek első pillantásra lehet, hogy néha nem is tetszenek az utasoknak. Ezek a példák, azok olyan példák, amelyek valójában rámutatnak arra,
hogy a társadalmi közösségnek nagyobb pénzeszközöket kell fordítani a tömegközlekedésre, így bírjuk ellátni az összes utast. Természetesen, amikor változtatunk a menetrendeken, igyekszünk az utasok követelményeinek is eleget tenni. De ezek olyan egymásnak ellentmondó kritériumok, amelyekről az előbb beszéltem, amelyek hatékony megoldására mindenképpen alkalmazni kell azokat a megoldásokat, amelyeket most már nem csak Európa, hanem Szerbia különböző városaiban is alkalmaznak. Reméljük, Szabadka is sorra jut, hisz közös célunk az önkormányzattal, hogy elégedett utasunk legyen. Az elégedett utas nem csak azt jelenti, hogy egyik helyről elszállítjuk a másikra, hanem az összes követelménynek eleget teszünk, amely egy modern közlekedési rendszer működésénél jelenik meg, és az utas érdekeit tartja szem előtt.